A közgyűlés kezdetén Habis László polgármester külön köszöntötte dr. Pócs Tamás professzort, aki a közelmúltban Széchenyi díjat vehetett át, valamint Blaskó Balázs színházigazgatót, aki Jászai díjat kapott. Kovács Kati a város díszpolgára Kossuth díjat vehetett át, az ő köszöntését a délutáni órákban tartották. Habis László polgármester a napirendek előtt felszólalásában az Egerbe tervezett kerékpárút hálózat pályázati előkészítéséről beszélt. Bejelentette, hogy a félmilliárdos pályázat sikeres lett, Eger visszakapta az esélyt a beruházás megvalósítására. Tóth István képviselő a Sasút és a vasútállomás környékének állapotára hívta fel a figyelmet. A közelmúltban itt elbontottak egy épületet, de azóta sem takarították el. Mint mondta a szemetes, piszkos ez a forgalmas környék, kérte a jegyzőt, hogy mielőbb intézkedjen. Dr. Kovács Luca elmondta, egyelőre egy zöld takaróhálót tettek ki, de mivel magánterületről van szó, lassan halad az ügy megoldása. Sós István alpolgármester az Agria Volán képviselőjétől kérte az egyik lajosvárosi helyközi megállóhely áthelyezését. Ficere György a Dobó utca, Csató Csaba a Lenkei ház helyi védelem alá vonását kezdeményezte, illetve kérte, hogy hozzanak létre pénzügyi alapot a műemlékházak állag megóvására. Habis László azt javasolt, hogy csere ingatlanokat ajánljon fel az önkormányzat, így ezek az értékes épületek magánkézből a város tulajdonába kerülhetnének. Ennek kapcsán döntöttek arról, hogy a főépítészi csoport helyi védelmi koncepciót dolgozzon ki. A sportmúzeum működtetését is vállalta a város. Egyhangulag elfogadták az előterjesztést, így arról döntöttek, hogy a sportmúzeum működtetését az év végéig 4 millió forinttal támogatják. A roma emberek foglalkoztatására pályázatot nyújt be a város, az Agria Volán részére pedig 35 millió forintos támogatást nyújtanak, amellyel a cég fedezheti a 2013-as veszteségét. A polgármester azt kérte a cég vezetésétől, hogy tegyen meg mindent azért, hogy csökkentse a veszteséget. Kelemen Imre műszaki üzletágigazgató elmondta, úgy tűnik pozitív elmozdulás történt az év első felében, dolgoznak azon, hogy még több bevételük legyen. A képviselők a sportcélú támogatásokat is felosztották. Összesen 106 millió forintot különítettek el erre a költségvetésből, ebből az Egri vízilabdaklubnak korábban 66, az EKF férfi kézilabda csapatának 9, az EKF kosárlabda csapatának 2 millió forint támogatást adtak. A fennmaradó 29 millió forintra 52 egyesület pályázott, 45 nyert. Rázsi Botont külön kiemelte, hogy az óvodai úszásoktatást 7,7 millió forinttal támogatja a város, felmenő rendszerben indítják be a programot.